faz por os homens. Siva molto da capo, capito sulla foglia. O se in botane, fregate a noi. O se noi figli, fregate a noi. Fregate a hoiu, fregate a hoiu. Pronto d'un volo, va che prega per me. Fregate a noi, sciuro, va noi mangiare. Fregate a tessine, ciò che va a me. Piro su in grido, sai, o c'è santo di sai. A zenekar 2011 tavaszán alakult, a Boldog Békeidők Hévize rendezvény kapcsán kerestek egy korban, megjelenésben és hangzásban ideillő zenekart, és ez adta az apropót, hogy megalakuljunk mi, és azóta is működünk töretlenül. Miért éppen Dixit játszanak? Hát tulajdonképpen ez egy gyerekkori álom nekem például személyesen, hiszen édesapámnak köszönhetően számos Dixieland koncertekre jártunk, és nézve a nagy előadókat, ennek a műfajnak a dohányét, nekem már tulajdonképpen akkor megfogalmazódott ez a gondolat, hogy én szeretnék ezzel a muzsikával, a műfajjal foglalkozni. Mi vajon ennek a műfajnak a népszerűségének a titka? Én azt gondolom, hogy ez egy halhatatlan műfaj, és minden korosztályt meg tudunk célozni. A vidám melódiák, örökzöld dallamok mindenkinek a lelkébe, szívébe beletalálnak, azt gondolom, kortól függetlenül. A magyar dalszövegek is beleférnek ebbe? Mindenképpen, igen. A műsorunkon hazai és nemzetközi örökzöld melódiák, dallamok is szerepelnek. Természetesen rengeteg magyar vokális énekes számot is játszunk.
fesztiválokon szoktunk fellépni. Többek között Zamárdiban, amikor volt az utcanéz fesztivál, ott 5 év alatt elhoztuk az összes lehetséges díjat, és utána ugyan lementünk minden évben, de versenyen kívül, mert akkor a jó buli volt. Onnét jutottunk ki Holmuránóba, például Olaszországba, egy világfesztiválra, de leginkább most a belváros, Budapesten belváros szívében szoktunk fellépni, többek között a Vörösmarty téri Hard Rock Caféban. Ezek szerint önök kimondottan utcazenélésre jöttek létre. Mi ennek a varázsa? Miért egy jó dolog ez? Szerintem az, hogy legalábbis úgy tapasztalom, hogy az emberek azt szeretik bennünk, hogy örömmel csináljuk, amit csinálunk, és ez átjön. Ez díjazzák. Mik a praktikák, közönséget hogyan lehet megfogni? Hát pontosan a műsor, a paletta, a szélesség, tehát nem álltunk be egyféle stílusra, hanem játszunk kis blues, kis jazz, kis rockot. Sőt, még azt kell mondjam, van még egy house nota is, amit átdolgoztunk. Nyilván a saját íz szerint. És ezáltal azt kell, hogy mondjam, hogy a 2 évestől a 99 évesig, de még a 100 évest is megfogjuk. 1, 2, 3, 4!
either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop, drop, drop. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. Skip by the fuck. Csoport 2007. szeptemberében alakult, egy tánctáborral kezdődött ennek a kis csapatnak a megszületése. Hát most már 18 fővel kezdtük, hát most már 50-60 körül mozog a létszámunk. Egészen 3 éves kortól 25-26 éves korig járnak hozzánk gyerekek 4 korcsoportban. Hol szoktatok fellépni? Itt a környékben szinte mindenhol, falunapokon, borfesztiválokon, szállodákban, ide Hévízre nagyon sokat szoktunk jönni. Illetve ahova ugye hívnak minket. Egy ilyen fesztiválon való fellépés miben különbözik, miért más? Hát ez a mai igazán különleges, mert ugye este 7-től 11 óráig kell műsort adnunk. Itt egy kicsit előszedtük a régebbi számokat is, hogy azok az emberek is, akik ugye mindig esetleg visszanéznek, hogy ne ugyanazokat a táncainkat lássák. Teljesen más, mint mondjuk egy verseny, mert ugye mi nagyon sokat járunk versenyekre, ugye itt azért szórakoztató számokat is kell mindenképpen táncolni, ami megnyeri a közönséget. Hány csoporttal érkeztetek ma ide? Hát most 3 csoporttal érkeztünk, mert a legkisebbeket, ők még inkább csak ilyen előkészítősök mondhatni, ők még csak most kóstolnak bele ebbe a világba.
Klasszikus zenei tudással, fúvós hangszerekkel miért döntenek úgy az emberek, hogy felcsapnak utcazenésznek? Hát igazából a legelsőleges szempont az, hogy a közönség szórakoztatása, és hogy minél szélesebben tudjunk olyan műveket is bemutatni a közönségnek, amihez valljuk be őszintén nincsenek hozzászokva. Ezért van az, hogy általában komoly zenét is, illetve könnyed zenei stílust is bemutatunk a nagy érdeműnek. Milyen jellegű darabokat választottak ki erre az alkalomra? Bevallom, az együttessel próbáltunk minél szélesebb skálán mozogni. Ez, amint hallhatták, például Händel művet is játszottunk így az utcazenei fesztiválon, ezen a csodálatos rendezvényen. De ettől függetlenül ugyanúgy, amint hallhatták, előadunk könnyű zenei műfajokat is, Amazing Grace például stílusban, amely a Dixieland stílusához áll leginkább közelebb. Ez az első alkalom, hogy itt Hévízen fellépnek? Nem ez az első alkalom, már 2 évvel ezelőtt játszottunk már egy pont ugyanezen a rendezvényen, de már 2 évvel ezelőtt is nagyon tetszett, úgyhogy azóta is így visszajáró vendégek vagyunk, hogy szépen fogalmazzak. A közönség is vevő az önök stílusára? Igen. Úgy is szoktuk ezt mondani, hogy a közönséget ezt valamilyen szinte lehet befolyásolni nyilvánvalóan, és kicsit afelé elvinni, hogy érdemes ezekbe a műfajokba is belekóstolni, és szeretik. Tehát ugye elhallgatják a komoly zenét is, mert igény van rá, és szerintem ez így normális, tehát ez a lényege. És ezért is van az, hogy ennyien hallgatták most a műsorunkat. Az önök zenekar mikor és hogyan alakult meg, hány taggal? 2004-ben alakult a Kék Balaton Citera Zenekar Egyesület Cserszegtomajon, akkor még 32 fővel kisiskolás diákokként kezdtük el a zenélést. A népzenén belül mi mindent játszanak?
Hát elsősorban a magyar lakta területek népzenéjét játsszuk, itt beleértve akár a dunántúli népzenét, vagy a Szatmár-Bereg megyei népzenéket, de határon túli magyar lakta területekről is játszunk szívesen. Néha-néha belekacsingatunk egy kis ilyen komoly zenei darabokba, de elsősorban népzene az első a zenélésben. Nagyon fiatalok a csapatnak a tagjai, hogyan fordulnak ennyire fiatal emberek a népzene felé? Hát igazándiból ez is olyan, hogy bele kell szeretni. Mi akkor meghallottuk ezt az egészet, és elkezdtük így csinálni, azóta hála Isten ezt folytatjuk. A citera is egy szerelem a zenekar tagjai számára? Szerintem igen. Nehéz ezen a hangszeren játszani? Attól függ. Hogyha valakinek azért egy minimális hallásképessége, akkor viszonylag nem könnyű megtanulni, de hogyha már egy alapszintet elért, akkor onnan azért már könnyebb tovább lépni. Rózsa, rózsa, te a rózsa leve.
Műsor összeállítással készültek erre a Hévízi rendezvényre? Hát igazándiból, ami a napi műsorunk, mert tudnélik táncszenészek vagyunk, és arra kértek föl bennünket, hogy itt a táncosoknak játszunk. Merre igazi táncszenét játszunk. Merre fele szoktak még fellépni? Hát a Carbona Hotelben játszunk minden második héten 5 napot. Mióta zenélnek önök így együtt? Hú, így együtt 30 éve. Ezek szerint nagyon összeszoktak már. Igen. A közönséget hogyan tudják megfogni leginkább? Hát azt hiszem, hogy a jó tánczenével könnyű megfogni a közönséget. Jellemző, hogy táncra is perdülnek itt? Igen. Mindenféle korosztály? Igen, tegnap este nagyon sokan táncoltak. Hát nem tudom, hogy ma, majd talán később. Úgy látszik, hogyha sötét van, akkor jobban mernek táncolni. Hú, egy kis csók, nem nagy kérések, te is jól tudod. Hú, egy kis csók, ha megcsókolsz, hogy boldog vagyok. Hú, jól figyelj már, ha a kezed én megmutatnám. Hú, nyújtsád felé. Lehetnék, várom, hogy jöjj már felé.
A tibeti hangterápiát tulajdonképpen olyan ősi autentikus hangszereket használok, amelyek segítenek egy relaxációs állapot elérésében, és nagyon jó pihentető, nyugtató hatással bírnak. Kicsit mutassuk be ezeket a hangszereket. Jó, van például a chime, ott van a gong, ami picit hangosabb és intenzívebb hangzású. Vannak a hangtálak. Ez például egy tingsa. És még tényleg nagyon sok különböző hangszer van. Hoztam sámándobot is. Ez óceándob például, ami az óceánnak a hangját utánozza. És ezeknek a hangszereknek mind az a lényege, hogy hosszabb ideig ütemesen szólnak, és ettől lenyugtatják az idegrendszert, és tényleg elvisznek egy nagyon jó nyugtató és mély, szinte alvás előtti állapotba. Mióta foglalkozol ezzel, illetve hogyan lehet ezt mégis kitanulni? Én Indiában találkoztam először a tibeti hangtálakkal, ott tanultam meg, és akkor itt szép fokozatosan jött a többi hangszer, ez 5 évvel ezelőtt körülbelül. És lehet itthon is tanulni, több tanár van, oktató, tanító, a gongot is lehet külön mesternél megtanulni, illetve a hangtálakat is. Az egyéb többi hangszer az meg sok minden autentikus módon jön, tehát öntanulás módjával, illetve amikor talál az ember tényleg egy olyan mestert, akinél tud elsajátítani nem csak magát a hangszernek a játékát, hanem annál többet, tehát egy mélyebb meditatív állapotnak az elérését. Kik fordulnak hozzád, mi mindenben tud segíteni az embereknek? Elsősorban ugye a mai rohanó világunkban egyre több ember stresszes, illetve nem tud kikapcsolni, folyamatosan pörög a gondolata, illetve kevésbé tudnak aludni, úgyhogy ők szeretnek hozzám járni. Én inkább csoportos relaxációkat szoktam tartani, és az 1 óra az olyan pihentető, mint hogyha 1-2 éjszakát átaludtak volna. Alapjaiban ezek a hangszerek tisztítanak, illetve feltöltenek energetikai szinten, és ezáltal az immunrendszert segítik abban, hogy az öngyógyító folyamatok beinduljanak. Thank you.
ügynök, és honnan érkeztek Hévízre zenélni? Mi a Refolk zenekar vagyunk, és most már visszatérő vendégek vagyunk, hiszen ez a harmadik alkalom, hogy itt lehetünk. Úgyhogy tavaly előtt is ugyanígy itt voltunk már. Keszthelyről jöttünk, tehát nem messziről. Mit tudhatunk önökről? Mióta zenélnek így együtt? Hát 3 éves a zenekar ebben a felállásban, úgyhogy viszonylag újak vagyunk, viszont hát a népzenében régi motorosnak számítunk, úgyhogy én például egyetemista koromban kezdtem el, de általában a többiek is egész fiatalon. Milyen stílusú zenét játszanak? A népzene a fő irány? Hát a magyar népzene kifejezetten, úgyhogy, de játszunk moldvai csángó zenét és kárpát-medencei zenéket is. Ezzel a stílussal mennyire könnyű megfogni a közönséget? Hát van, aki fogékony rá, van, aki kevésbé. Azért egy ekkora tömegben mindig van, akit érdekel, úgyhogy szerintem van helye a magyar népzenének egy ilyen fórumon, hívjuk így. Látom, táncosokat is hoztak magukkal, ők kicsodák. Nem hoztuk őket, ők csak tudtak róla, hogy mit fogunk zenélni, aztán eljöttek. Keszthelyen 7 éve tartunk ilyen moldvai csángó táncházakat, és hát ők így a törzs közönségünkhöz tartoznak. Thank you.
zenélnek önök így együtt, mennyire összeszokottak? Hát a jazz az eleve egy olyan műfaj, hogyha jó jazzzenészek összejönnek, akkor akár fél óra is elég ahhoz, hogy összeszokjunk. De a Csabival és a Titusszal nagyon jó együtt játszani, mert annyira jó zenészek. Ez az utcazenélés mennyire áll közel önökhöz? Hát nagyon távol áll. Pontosabban a többi zenekar áll közel, ami nagyon zavaró. Nem igazán vagyunk ehhez hozzászokva, de hát próbálunk alkalmazkodni a körülményekhez. De azért megvan ennek is a varázsa? Persze, hát persze, mert jó, mert mindig változik a közönség. Tehát fél óránként teljesen más emberek vesznek minket körül, és nagyon jó érzés az, amikor a nagy tömegből van egy kisebb csoport, aki igazán odafigyel, hogy mit próbálunk játszani, és főleg, hogyha tetszik nekik, az meg különösen jó dolog. Ez a stílusú zene, melyik rétegnek tetszik különösen? Hát én azt mondom, hogy inkább a középrétegnek, tehát korban a középrétegnek. Persze mi játszunk, modernebb, elvontabb, ha szabad így fogalmazni, zenét is, de úgy érezzük, hogy itt az utcán inkább a könnyedebb, tehát a könnyedebb dolgot kell a közösségnek játszani.
kik vagytok ti, mit tudhatunk rólatok? A zenekarról annyit, hogy 2007-ben alakult, Hódmezővásárhelyen, és most Szeged környékéről érkeztünk. Milyen célra alakultatok? Mi volt az alapötlet? Igazából baráti összejövetelekből alakult a zenekar, és én még nem voltam benne először, de nagyon szeretek itt lenni, nagyon jó a társaság. Milyen stílusú zenét játszatok? Hogyan lehetne ezt megfogalmazni? Igazából minden stílusban bele már tudunk igazából, mert nagyon szeretünk minden stílust. Itt most azon kívül, hogy pop-funky, mert azzal készültünk, de igazából bármit. Ez az utcazenélés mennyire áll közel hozzátok? Először vagyok utcazenén, szerintem a többiek is, és nagyon fura, de bírjuk és nagyon szeretjük. Hol szoktatok még fellépni? Fesztiválokon, rendezvényeken és nagyon sok helyen. Itt Hévízen hogy érzitek magatokat? Hévízen először járunk, de balatoni turnék az állandóan van. 2 évvel ezelőtt volt az első balatoni turnék. Nagyon szeretjük Hévízet, nagyon szép. Milyen a hévízi közönség? Nagyon kedvesek és nagyon szeretjük őket, mert adnak nekünk energiát, és nagyon jó. És égeti a bőröm már a tengerparti láz. A kopé jéghideg, szívó számideg, táncolj még, én nézlek téged. A kopé jéghideg, szívó számideg, nem kell más, már minden tértek. A házigazda portugál, te angolul beszél. Egy spanyolhoz te ezt megtalál, és közben fúj a lágy déli szél. Ki tudja, hol vagyok, a képen még leszállt. Csak partiról keveredek partira, éjszakánkon át. Keverem a pohára, utána hideg, kis citrom szeleteket szeleteleg fel. Ha az a parazsár narancsügyek hideg, amik el, amennyik tele a bár, addig a mixer mixel, teltem be, még Golden Slipper, gyerünk! Köszönjük szépen! Woke up open right now, document the day. Upon the ridge he rested, so went upon his way. A ball of fear ran through them as it rumbled through the sky. Saw the riders coming hard across the amber sky. Yippee-yi-yo, yippee-yi. Ghost riders in the sky. És akkor most próbáljuk meg együtt. Yippee-yi-yo. Riders in the sky.
save your soul from heaven rather than all the strife. Let a cowboy change your ways, then you'll witness see you arrive. Trying to get your devil served, Frosty's in the sky. Yippee-yi-ho, yippee-yi. Oh, Ghost Rider's in the sky. Stílusú zenét játszanak önök? Country stílusú, country alapú zenét játszunk, akusztikusan természetesen. Ezek a mikrofonok csak díszletként vannak itt. Egyébként mindez, amit csinálunk, az megvalósul úgy is, hogyha nem lennének, csak kicsit halkabb lenne. Amit mi csinálunk, igazából visszatérés azokhoz a folkzenei, népzenei hagyományokhoz, amikor még cirka 100 évvel ezelőtt a zenét az emberek nem elektronikus eszközökkel állították elő, hanem jó érzésből egymásnak kedveskedve gyártottak szép dalokat, és gitárral, banjóval, hegedűvel, mandolinnal adták elő, és élvezték nagyon. És mi megpróbáljuk ezeket a hagyományokat feleleveníteni. Attól érdekes a zenénk, hogy nem csak folkzenét játszunk, hanem popzenét is, csak visszarángatjuk abba a korszakba, amikor, minthogyha folkzene lenne, úgy szólal meg. Mióta játszanak önök együtt, mennyire összeszokott csapat ez? Hát azt kell mondanom, hogy Kovács József László, aki annak idején a 100 Folkzenész alapító tagja volt, ő határozta el, hogy én itt fogok játszani, és hogy megalakulok, mint duó ővele, és innentől kezdve szerintem ez már a negyedik alkalom? Jó, akkor a harmadik alkalom. Még csak a harmadik, és reméljük, hogy lesz negyedik is. Hévízen szoktak-e fellépni? Hát Hévízen szoktunk az utcazene fesztiválon, és reméljük, hogy nagyon sokszor fogunk visszajönni. Ez egy nagyon speciális helye az országnak. Én akármerre jöttem, mentem, jártam, ilyen jó hangulatú és ennyire homogén, összeszedett korosztályban és nyitottságban ott lévő közönséget nagyon-nagyon ritkán találtam. Most velem nincs kegyelem. Tűz, tűz.
lábok táncolnak velem. Tűz, 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 száraz kóró a szívem. Tűz és tűz, mi lesz most velem? Nincs kegyelem, nincs kegyelem, nincs kegyelem, nincs kegyelem.